Kisi Zoltán. Jó napot kívánok, Kanalas Gyula vagyok, Zoltánnal szeretnék beszélni. Kanalas Gyula, tessék. Üdvözlöm, jó napot kívánok. Hát Szabó, mi nem ismerjük egymást, már a birtokunkba jutott egy telefonszám, mert hát sajnálatos eseményről kaptam írt, hogy előző héten talán a Váci úton, úgy Budapesten, az ön autóját illetéktelenek feltörték, és hát másoknak nagyon értékes, de önnek is nagyon fontos tárgyakat tulajdonítottak el belőle, igaz ez? Igen, parancsolj. Üdvözlöm, na. Megtörtént az esemény, így van. Hát sajnálom, de nyilván hallott már olyanról, hogy bizonyos esetekben vissza lehet vásárolni egy-két dolgot, meg a tulajdonosok szeretnék visszavenni azt, ami az övék. Hát hallottam már ilyet, így van. No, hát mi nem ismerjük egymást, de hát a telefonja, ami benne volt, abból viszonylag hamar rájöttek a kollégáim, akik szakemberek, hogy ki ez a telefona, innen van meg a száma. Na most aha, azért hívtam, hogy most itt a karácsony, meg az ünnep azért számunkra is egy megható pillanatsorozat, és bevallom őszintén, megmondom magának az őszintét, hogy több ügyfél van itt, egy ilyen konferencia vonalba tenném be önt is, hogyha benne van. Vissza lehetne vásárolni most egy ilyen nyílt licitálás keretén belül azokat a dolgokat, azokat a tárgyakat, amiket eltulajdonították, például az ön autójából is. Volt egy rádió, egy telefon, meg egy karóra is volt az autóban. Hát, egy karóra is volt, így van. Volt. Na most érdekli ez? Drága hát Szabó. Hát persze, minden drábi nélkül érdekel, hogy ne. Na jó, akkor licitálásra bocsájtom, jó? Először, ami érdekli konkrétan a saját tárgyaira, licitálna venni vissza, vagy pedig esetleg a öltöny? Öltönyöket. Jó, tehát az öltönyökkel kezdjük. Na, nem tudom, milyen magas szön meg, hogy hány kiló, de van itt több, van 50-es, 52-es, jó minőségű szuszogósz öltöny, ha az érdekli. Ennek a kikiáltási ára, de csak azért, mert ugye már kapcsolatban vagyunk, legalább egy 3 perce, 5000 forint. És hány darab öltöny van? Ez 13 darab. Hát elviheti szomagba is, akkor drágább. Akkor drágább, értem. De akkor viszont van hozzám akkor cipő is. Hát sajnos cipő, de az nincs, de a kollégáim dolgoznak, még nem jöttek vissza a mai munkából, az is lehet, hogy délutára már lesz már akkor cipő is. Aha, értem. Akkor induljunk el az öltönyök útjára. Öltöny, akkor cipővel a kettő, ez így jöhet, és akkor ezt tudsz lejárni, mert a műzgetemen keresztül van a rászlód a karácsony előtt egy pár nappal majd. Akinek és megmondjuk, hogy akkor a Kanalas úr segítségével, az én jó voltamból, és a műzgetem segítség közelműködésé, akkor szerintem ezt a mennyiségű ruhát és cipőt felálljunk a rászlódóknak. Mi ez a Music FM? Ez egy ilyen rádió, ez most egy jó kis rádió, imádom őket egyébként, jó kis rádió. Jó rádió ez? Reggelente vannak ők, tessék? Jó rádió ez? Jó rádió, én szeretem reggelt, azt hallgatom, hogyha... Az a baj, reggel nem tudom hallgatni, mert akkor van jönnek vissza a kollégák az éjszakai munkából is. Bevetésből akkor jönnek vissza. Hát ezt nem így hívjuk, hát dolgoznak ők is. Sokan azt hiszik, hogy ez egy könnyű munka, de hát nem az. Na mindegy, ha már a rádiót említette, azt már visszatérünk erre a muzikra, vagy mire, hogy akkor önnek is volt egy rádiója. Volt bizony, az viszont szerencsés kell a kis rádió, de hát nem tudok csinálni velem, azt viszont nem hozzá se senki sem, az biztos, mert... Na de hát miért tudom intézni? Hát vásárolja vissza tőlünk most akcióba, 7000 forintért. És van benne egy CD is, hogy viszont mindenképp legyen benne, mert az egy különösen fontos CD. Szabó úr, hát a feltételeket én szabom. Hát egyelőre a rádió van kikiáltás alatt, aztán majd lehet, hogy így megkapja. Akkor alkudjuk meg, legyen 7000, és ha nem alkudszom, legyen 7000, de legyen benne a CD is, ami benne van a Children of Distance. Na, ezt szerintem, látja, meg tudunk alkudni. Na, senki többet először, 1 és 2, 3, tessék, elvitte, leütöttük, ne ijedjen meg, nem fájt. Akkor egy rádióját 7000 forintért visszavett, plusz megkapja a CD-t is, és még lássa, milyen vagyok, mert itt a karácsony, egy darab öltönyt ajándékba el fogunk önnek vinni. Jó, és akkor hogy fogunk segíteni a karácsonyoknak, mert ez most meg nem benne van rádióm, de ebben megvan az kaptam egy öltöny grátisba, egy ilyen susokós öltönycipővel, vagy cipőnek azt nem tudom, pontosan. És mit akar fogni ezen a rádión? Milyen adót fog ezen a rádión, Szabó úr? Az egyes, az a Music FM. Akkor ha ránk szorolja ez a Music FM, vagy mi ez azt mondja, hogy ez önnek kedves? Ez a kedves, így van pontosan. Hát nem tudom, akkor legyen az, drága Szabó úr, jó, hogy megkapja tőlünk ajándékba a rádió
keresztül önmagát, jó? Úgyhogy nagy tisztelettel a boldog születésnapot kívánok, mint magam, mint pedig az egész önindító nevében, Harsányi Levente vagyok. Üdvözöllek, Zoltán! Nagyon gyorsan, és iszletesen jobb vagytok. Csak annak, mert volt sütve, korábban, ha mész a szobra, ébred szobrát, nem emlékszel rá? Hát én hogy nem emlékeznek, hisz én vagyok az magam is. Tudom, hogy te vagy, csak hogy a kannás akkor már volt. Na, ha a lakatos finettó, akkor azt mondom, hogy rendben van. Na jó, de bocsánatot kérek, hát ez 9. hónapja megy. Hevenyészet számítás szerint is körülbelül 150 darab átverés, hát lehetetlen nem ismételni. Nagyon kedves tőletek, és köszönöm szépen. Boldog születésnapot, a drága fiat kérte, hogy köszöntsünk fel téged, és küldünk Music FM-es ajándékcsomagot. Boldogság, egészség legyen, a többit megveszünk, ahogy szokták mondani. Nagyon kedves tőletek, köszönjük. Jó, Zoltán, köszönjük, és boldog születésnapot. Hello, szevasz! Sziasztok!